Tiszteltel köszöntöm Földvári László, Törökbálint képviselőjét. A koronavírus sajnos még tombol, nem ért véget, viszont az élet nem állhat meg Törökbálinton sem. Milyen fejlesztések, milyen beruházások vannak mostanában Törökbálinton? Igen, hála Istennek a mögöttem látható beruházás, az egy pályázat keretében nyertünk el, az biztosítja az 50%-át a forrásnak. És ez egy 2016-os pályázat. Eredetileg úgy volt, hogy már a tavalyi évben befejeződik ez a futókör, ez egy 400 méteres futókör, de az idei évre átcsúszott. És hát ennek a pályázatnak a keretében itt a Tüskevár köznél egy sokak által szeretett település részen a fáknak az árnyékában egy 400 méteres rekordtárt futópálya épül. Továbbá ennek a pályázatnak szintén a keretein belül, a Gézafejlem út mellett épül egy felnőtt tornapálya. Sajnos annak a helyszíne nem igazán optimális, de ettől függetlenül azt mondom, hogy nagyon sokan fogják használni. Emellett a futópálya mellett is található egy felnőtt tornapálya, és hát nagyon nagy népszerűségnek örvend, úgyhogy arra számítunk, hogy remélhetőleg, hogyha ez a járványhelyzet enyhül, minél többen fogják tudni használni, és sportási lehetőséget tudják használni ezeket. Elég sok zöld terület Törökbálinton. Körülbelül, de korábban egy lakossági igény, egy ehhez hasonló park létesítésére. Igen, a múltban szó volt arról, hogy építünk egy parkot. Jelenleg ennek a státusza úgy tudom, hogy megáll, tehát ezt megállítottuk, és úgy gondolom, hogy nagyon nagy felelőssége van most a városvezetőknek abban, hogy hogyan struktúrálják át egy város költségvetését. Gondolok itt arra, hogy lehetséges, hogy a vállalkozókat, a kisvállalkozókat érintő gazdasági helyzet miatt érdemes többet tartalékolni és elcsúsztatni a beruházásokat. Én nagyon bízom abban, hogy ez itt Törökbálinton is meg fog történni, és talán most jobban kell egy kicsit figyelnünk azokra az emberekre, a helyi emberekre, a helyi vállalkozókra, akik a járvány miatt nehéz helyzetbe kerültek, és emiatt máshogy kell esetleg a költségvetést allokálni, máshova kell átcsoportosítani. De ettől függetlenül, ahogy most is látszik, vannak folyó beruházásaink, vannak a múltban elnyert pályázataink, és remélhetőleg ezek a pályázatok ugye felhasználásra kerülnek és megépülnek. Gondolok itt például a bölcsöde épületére is, amit szintén elnyertünk, itt van ez a tornapálya. És ettől függetlenül van még más elnyert pályázat is, amire nem az önkormányzat pályázat, hanem például a sportegyesületek. És ez egy jó időszak, ez a mostani időszak, hogy az ilyen munkálatokat, ilyen felújítási munkálatokat talán könnyebben el lehet végezni. Ennél a futópályánál külön figyeltünk, hogy ne kerüljenek kivágásra a fák. Tehát úgy gondoljuk, hogy akkor jó nyári melegben is futni, hogyha van valamennyi árnyék, és nem tűző napon kell ezt igénybe venni, ezt a futópályát. Úgyhogy arra nagyon figyeltünk, hogy ne kerüljön kivágásra, egy darab fa átültetésre került, néhány gaj levágásra került, de ez azt gondolom, hogy nagyon optimális helyszín lesz majd mindenkinek, ugyanis a fák árnyékot adnak. És ugye itt található az először megépült felnőtt tornapálya, tehát mások is megtalálják a kikapcsolódást, itt található mellette egy grunt, és itt található mellette még egy játszótér is, úgyhogy úgy gondoljuk, hogy a család minden tagja ki tud kapcsolódni ezen a területen, és mindenki megtalálja a számítását, tulajdonképpen egymás mellett az apukák, anyukák el tudnak menni futni, a gyerek tud játszani, kisgyerek, nagygyerek, vagy el lehet menni a felnőtt tornapályán, tehát minden egy helyszínen van. Ez a nagyon kis kompakt térlet, és itt a zöld, a millió az nagyon-nagyon kellemes szerintem, úgyhogy tökéletes ez a helyszínválasztás. Azért sokat küzdöttem, hogy ide kerüljön ez a